A Városháza munkatársai segítették csütörtök délután az Olimpiai Sportparkba érkezőket a lecsereg regisztrációban. A lecsere program a környezetvédelmi programnak a része, ami azt jelenti, hogy számos ponton próbálunk olyan újításokat bevezetni, ami a légszennyezés csökkenti, és ennek az egyik ilyen pontja az, hogy egyrészt ezzel segítünk a családoknak, hiszen kevesebb az energiafelhasználásuk, másrészt pedig védjük, óvjuk a környezetet, és ennek megfelelően tudjuk ezt ingyenesen adni, hiszen a város is ingyen kapja ezt egy olyan cégtől, amelyik energiagazdálkodással foglalkozik, és nekik valamilyen szinten be kell fizetniük, vagy pedig jótékonyságot kell gyakorolniuk, és kitaláltuk ezt a mindenki jól jár programot, win-win helyzet. A Győr lakossága LED-hez jut, és LED fényforráshoz, megtanultam, hogy ez nem égő önözlet fényforrás, és a cég pedig nyilván ezen keresztül kevesebb adót kell befizessen. A polgármester elmondta azt is, hogy eddig már több ezer LED-izzót osztottak ki. 6000-nél több család vett át már Győrben a LED csomagot, úgyhogy ez egy jelentős eredmény, és jelentős energia megtakarítást ért el ezáltal a Győr városa. Én mindenkinek azt javaslom, hogy aki még nem tette ezt meg, regisztráljon és vegye át a csomagot. Nem kell fényképezkedni, ez egy lehetőség velem, nyilvánvalóan egy emlék lehet erről az időszakról. Egyébként ennek az a lényege, hogy szoktam járni koncertekre, és ugye szoktam fényképezkedni zenészekkel, és ott a KISZ együttesnél volt ez a meet and greet-nél, amikor így sorba lehetett állni és fotózkodni velük. Szerintem egy jó sztori, akinek meg nincs hozzá kedve, az meg ne csinálja. Egy biztos, hogy ez ne tartson vissza senkit attól, hogy a LED fényforrását, ami neki jár Győr városában, átvegye. Varga Béla és felesége is regisztráltak az izzó programra. A férje elmondta, hasznos kezdeményezés ez az akció, hiszen jelentősen csökken az áramszámla. Azért tartjuk hasznosnak, mert ma ilyen idősek vagyunk, de elég sok régi fajta izzónk van, és akkor a régi fajta izzókkal, hát gondoltuk, hogy kicseréljük, mert a villanyszámla 10 000 körül volt, és hogy legalább egy pár, vagy egy ezes, vagy kettővel kevesebb lesz, tehát próbáljuk kicserélni őket, és hogy kevesebb számlát fizessünk, még az, hogy tehát a villanyszámlán kívül mi is jobban járunk, tehát államilag is jobban járunk, meg a városnak is jobb, meg egy reklám ennek a városnak is az, hogy minél több ember hozzájut ezekhez a ledes izzókhoz is, és kevesebb villanyszámlát fizetik, tehát ezek szinten a takarékosság megvalósul. A LED izzócsere program tovább folytatódik, és havonta egy alkalommal nyílik lehetőség regisztráció után az új izzók átvételére.